Liget Piknik névvel rendezett egésznapos programot a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ az újra formálódó Ligetben az elmúlt héten, ahol az időjárás is kegyeibe fogadta a program résztvevőit. A Ligetben Valaha címmel fotókiállításon az egykori közösségi park hétköznapi és ünnepi pillanatait ismerhették meg a kiállított fényképeken keresztül a tárlat megtekintői. Itt többek között a korabeli Ligetben rendezett programokat, eseményeket, pillanatokat elevenítették fel az akkori fotók. A gyerekek hatalmas ugrálóvárakban ugrálhattak egész délután. Az apró gyerkőcöknek játszószőnyeg adott szórakozási lehetőséget. A kézműves sarokban számos kreatív dolgot készíthettek az ügyeskező gyerekek, de előkerült a krumpli nyomda is. Gyönyörű festmények, rajzok és origamik születtek az apró kezecskék által. Ügyességi játékok, sorversenyek és tollaslabdapálya is várta a gyerekeket a friss levegőn. A nap egyik leglátványosabb eleme a ragadozó madár bemutató volt, ahol a Szira nevű afrikai ukubagyort meg lehetett fogni és meg is lehetett simogatni. Interaktív előadás keretében számos információt tudhattak meg a madárról, a vállalkozók kedvűek, testközelből is próbára tehették bátorságukat, és közelebbről is megismerkedhettek Szirával. A helyi fiatalokból álló, nemrégiben megalakult Hermész Madarai nevű zenekar is bemutatkozott a délután folyamán, akikre nagyon sokan voltak kíváncsiak. Napzárásaként az esti tábortűz mellett Kócs Imre és Kovács Zsolt szórakoztatta a közönséget. Hosszú volt az éjszaka, égen földön folyt a tánc, a korlát láncainak csillagász, na-na-na. Az első villamos már